Köszöntöm a nézőket, friss napszemle következik. Lássuk röviden, mi mindenről számolunk be ma. Elkezdődött az Örmény templom orgonájának restaurálása, a sípok egy részét és a játszóasztalt már elszállították. Be lehet nyújtani az igényléseket a fűtés támogatásra, ebben az idényben is 5 hónapra kérhető. Jóváhagyták a költségvetés kiegészítést, és a költségvetés kiegyenlítéséről is szavaztak a megyei tanácsosok. Elkezdődött az Örmény templom orgonájának restaurálása. A sípok egy részét és a játszóasztalt már elszállították Újtusnádra a munkálatokkal megbízott vállalkozóhoz. A felújításra a megyei tanácstól nyert el jelentős összeget a plémánia, de a hívek adományaira is számítanak, hiszen az önrészt is elő kell teremteni. Elkezdődött az Örmény templom orgonájának restaurálása. A 115 éves hangszert szétbontották, egy részét el is szállították az újtusnádi szakember műhelyébe. Most derülnek ilyenkor, amikor az ember hozzányúl, hogy mennyire volt rossz állapotban, tehát nagyon ráfért és rászorult a felújításra. A sípoknak több mint fele már nem volt működőképes, késtek, nem szólalt meg. Tehát maga a rendszerrel volt tulajdonképpen a probléma, nem is annyira a sípokkal, tehát a rendszer szorul rá teljes felújításra. Tudjuk, hogy 115 évvel ezelőtt készült a budapesti Rígércég által. Két testvércsalád ajándékozta, a Vákár család, és most 115 év után komoly szakszerű felújítási munkálatok folynak az orgonánkon. A tegnapi nap folyamán elszállították a játszóasztalt, a sípokat, és jövő héten még a szélládákat. Azokat kell majd újrabőrezni, rendbe tenni, a hibás elemeket kicserélni, és ezáltal reményeink szerint az elkövetkezendő időben majd, ahogyan haladnak a munkálatok, hiszen tudni kell, hogy nagyon komplex ez a pneumatikus rendszerű orgona, és ennek köszönhetően sok időbe fog telleni ennek a felújítása. A megyei tanács műemlékvédelmi alapjából pályázott sikeresen az Örmény plébánia az orgona restaurálására. Az elnyert összeghez önrészt is elő kell teremteni, ehhez kéri a hívek segítségét a plébános. Aki adakozik, annak nem felejtik el a nevét, az orgona sípokon fogják feltüntetni. A javítás a Hargita megye tanácsától elnyert pályázat útján 38 ezer lejtbe, de azon felül még az önrészt is kell biztosítsuk, úgyhogy kérném itt is a híveknek a segítségét, hogy egyes sípra kerüljön fel majd az utókornak is megmaradva a név, úgyhogy ezekben is próbálunk maradandót alkotni. Ki szeretnénk cserélni a homlokzati primér sípokat, amit látunk, amit az orgonának ugye meghatározója, az 2300 euróba kerül. Csak az első 35 darab sípról van szó, ami tényleg dísze az orgonának. Tudni kell, hogy az első világháború során elrekvirálták, összeszedték nem csak a harangokat, hanem az orgonának a homlokzat sípjait is. Ezt a közösség valamikor a 20-as években, amikor annyira gazdaságilag fellendült, akkor pótolták, de nem az eredeti hangzása. Ezért lenne jó, hogyha vissza tudnánk állítani az eredeti hangzást is. Kicsit éles, ércesebben szól így ezáltal az orgonánk, mivel a fő, úgymond a principál sípsor az nem eredeti. Nem csak a hangzása újul meg az orgonának, de a külseje is megszépül. Visszaállítják az eredeti állapotát. Újra lesz festve, 24 karátos arany díszítést fog kapni, és hogyha megnézzük, most tényleg látszanak azok a hibák, azok a több mint 100 éves korom mocsok, ami lassan az idő folyamán ugye rátelepedett az orgonára, és a külsőségekben is, tehát mind külsőleg, hogyha jobban megnéztük a tegnap, megfigyeltük, a díszítés is nagyon szép díszítés, barokk jellegű díszítések, amelyek ugye megfakultak, elkoptak, hiányos is, és ezt szeretnénk
külsőségben is az orgonát új díszében visszaállítani. Amíg a felújítás zajlik, a templom kórusa nem használható. A plébános bízik benne, hogy mi hamarabb elkészül az orgona, és már idén játszhat rajta a templom kántora. Üdülőhelyén nyilvánítanak 12 települést, köztük Borszéket és Maros-Szentgyörgyöt. Ezt az Országos Turisztikai Hatóság közölte honlapján. Az erről szóló kormányhatározat szerint üdülőhely státuszt kap az említettek mellett a Maros-Hévízi Bánfifürdő, Avas-Felsőfalu, Dés-Akna, Kolibica, Szilágybagos, Mojszén és egy-egy Szucsjával Gorzs és Bákó megyei település. Az üdülőhelyi nyilvánítás elsődleges hozadéka e települések gazdasági fellendülése, illetve európai alapokhoz is könnyebben hozzáférhetnek. Már igényelhető a fűtéstámogatás az egész fűtés idényre. Az igénylés feltételei nem változtak, viszont a gyerekpénzt nem kell beleszámolni a család összjövedelmébe. Mindenki a polgármesteri hivatal szociális irodáján kell kérje a támogatást. Mindazok, akiknek nincs jövedelmük és a közpénzügytől igazolást kell mellékeljenek a fűtéstámogatás igénylési dokumentációhoz, mostantól nem kell személyesen igényeljék azt. A két intézmény megegyezése alapján a Városháza szociális osztálya hivatalból kéri ki a dokumentumot az ANÁV-tól. Mindazok igényelhetnek támogatást fával való és elektromos fűtés esetén, akiknek a családon belüli nettó egy személyre eső jövedelem legfeljebb 615 lej, a távfűtés esetében pedig 786 lej. Akik egyedül élnek, azoknál a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet távfűtés esetén, és 615 lej a fa és elektromos árammal való fűtésnél, ahhoz, hogy igényelhessék a támogatást. Továbbra is ajánljuk a tisztelt igénylőknek, hogy a típuskérés kitöltését a 11. oldallal kezdjék. Itt található ugyanis azoknak a javaknak a listája, amelyek kizárják a jogosultságot, és fontos az, hogy az igénylő pontosan bevallja azt, hogy birtokol-e ilyen javakat, hiszen ebben az esetben nem hagyható számára jóvá a fűtéstámogatás. Továbbra is a 3000 lejt meghaladó banki betét, illetve a 10 évnél fiatalabb gépjármű az, amelyre érdemes odafigyelni, hiszen legtöbb esetben az elmúlt években ez számított kizáró oknak. Ezen felül, hogyha valakinek 10 évnél idősebb, de több gépjármű, haszongépjármű van a birtokában, esetleg mezőgazdasági gépekkel rendelkezik, ez is kizáró ok, illetve továbbra is listán szerepel a beltelek, amennyiben városon 10 árnál nagyobb, falun pedig 20 árnál nagyobb beltelek van valakinek a birtokában, ezek is kizáróknak számítanak. Fontos tehát, hogy ezeket pontosan feltüntessük, hiszen az elmúlt évben kellemetlen helyzetet okozott az, hogy a gépjármű, illetve a banki betét nagysága miatt 109 személy vissza kellett, hogy fizesse a már megkapott fűtéstámogatást. Ennek elkerülése érdekében kérjük, vigyázzanak arra, hogy az adatokat nagyon pontosan töltsék ki. A dossziék benyújtása továbbra is a szociális osztály székhelyén történik. A mezőgazdasági és pénzügyi igazolást hivatalból mellékeli majd a szociális osztály, ezekért nem kell kilincselni ajtóról ajtóra. Hétfőn, kedden és csütörtökön 9-től 3 óráig, szerdánként délután is 10-től 6-ig, pénteken pedig rövidített programmal 9-től 2-ig lehet betérni a szociális irodára. Akárcsak az előző évben, most sem kell irodáról irodára járni igazolásokért, így csupán a helyes kitöltése és az igazoló aktákra kell figyelni. A saját felelősségre kitöltött formanyomtatványokat a mellékelt okiratokkal együtt a polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5 szám alatti székhelyén lehet leadni minden esetben. Az iroda munkatársai külön irodában fogadják majd az igénylőket, aki kéri, annak segítséget is nyújtanak, hogy biztosan megfelelően legyen kitöltve a nyomtatvány. Fontos változás, hogy bár a nyomtatványon be kell vallani és igazolni is kell, a gyerekpénz nem számítódik be a család jövedelmébe a fűtéspótlék igénylésekor. Fontos az, hogy az egyfőre első jövedelem kiszámításában ezekben az esetekben nem számít bele a gyermekpénz, tehát a 84 lejt be kell írni az űrlapra, de nem számít bele a visszaosztásba és a küszöbértékbe, ugyanígy nem számít bele semmiféle ösztöndíj, és nem számít bele a családi pótlék sem, illetve a szociális juttatások értéke sem. Ennek kiszámításában természetesen szívesen állnak az igénylők rendelkezésére a szociális osztály munkatársai, amennyiben kérdés van, inkább kérdezzenek és legyen pontosan kitöltve a dokumentum. A fűtési idény 5 hónapjára igényelhető a támogatás, november 1-től kezdődően március végéig.
November 20-áig kell leadni az aktacsomókat ahhoz, hogy már novemberre jóváhagyhassák a támogatást. Az Európai Unió területén a leggyorsabban fogyatkozó létszámú fajok közé tartozik a narancslepke. A különleges lepke faj vidékünkön jól érzi magát, a Kürőcök völgyében is megtalálható. Romániában ezen kívül még egy Kolozsvár melletti élőhelyen található meg. A narancslepke Európa alig néhány országában lelhető fel. Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában találtak populációkat. A németországi Göttingen Egyetem és a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem kutató csoportja felmérést indított arról, melyek a faj fennmaradását elősegítő feltételek. A kutatás keretében rövidesen megkeresik a Kürőcök völgyében érintett területtulajdonosokat is, egy-egy kérdőív kitöltésére kérve őket. A kérdések a tulajdonban levő területek használatára, karbantartására vonatkoznak. Gyergyó Szent Miklós adminisztratív területén ez eddigi számítások szerint a 94 és 100 közötti számozású kataszteri dűlők érintettek. Az ott területtel rendelkezők számíthatnak a kutatókra rövidesen. Rendkívüli ülést tartott a megyei tanács tegnap Csíkszeredában. Több település nehéz helyzetben van, tartozásaik törlesztésére 714 ezer lejt osztottak szét. Több mint két órát tartott az a rendkívüli ülés, amelyet Hargita megye tanácsa október 26-án szerdán délután tartott Csíkszeredában a megyeháza márványtermében. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke fontosnak tartotta, hogy az első napi rendi pontként a testület tegye jóvá a múlt heti hibás döntést, amely során a megyei kórháztól átcsoportosítottak az árvízkárok alapjába 1,8 millió lejt, ezt a jelenlevők egyöntetően megszavazták, és a pénz visszakerült a megyei kórház költségvetésébe. A belső működési szabályzat kiigazítása kapcsán a megyei utak tekintetében a szükséges jogi tisztázásra kerüljön sor, nem sikerült konszenzusra jutniuk a feleknek, ezért úgy döntöttek, hogy leveszik a napirendről, és a későbbiekben majd visszatérnek rá. Addig pedig a megyei tanács alelnökei az utak is saját forrásból végzett beruházások témakörével való foglalkozás alól mentesülnek. Igazából egy jogi procedúráról van szó, tehát eddig is négy részben folyt az utaknak a karbantartása. Azt látjuk a sok pereskedés folyamán, hogy igazából nincs eléggé jogilag leszabályozva és helyretéve. Ezt majd egy későbbi alkalommal kell akkor elvégezni. Attól kezdve, hogy igazából nem lehet olyan kavarodás, olyan gabajodás, ami múlt héten történt, és felelőtlenül, törvénytelenül 1,8 millió lej rosszul lett felhasználva, hogyha ennek az okát felszámoltuk, hónaptól megszüntessük, hogy sokféle típusú össze-vissza javaslat jön, akkor azt gondolom, hogy így a probléma megoldása egyelőre megtörténik, de persze, hogyha majd a testületnek lesz más álláspontja, akkor erre vissza lehet térni. Ezt követően jóvá hagyták a költségvetés kiegészítését, és végül a költségvetés kiegyenlítéséről is szavaztak. Borbély Csaba tanácselnök megítélése szerint látszik, hogy a szakértői kormány időzőjelben áldásos tevékenysége nem hozott gazdasági növekedést. Ez sajnos ebben az évben látszik, hogy a szakértői kormány az áldásos tevékenysége időzőjelben az nem hozott gazdasági növekedést, és úgymond hát forrás elvonás zajlik folyamatosan a helyi megyei tanácsok részéről. Azt a volumenű pénzt, amit korábbi évben biztosítottak, annak most szinte azt lehet mondani, hogy töredékét, vagy egy kisebbik részét adta a kormány a helyi megyei közigazgatások részére. Ezért nagyon sok településen komoly gondok vannak, és egyértelmű, hogy egy ilyen egyórás igénylésre, tehát egyórás határidejű volt a polgármestereknek, hogy jelentkezzenek, mondják el, mi van. Egy óra alatt 8 millióra gyűlt össze megalapozott igény. Számoljuk ki, hogyha ez több nap lett volna ez a határidő, akkor lehet, hogy nem 8 millióról beszélgetünk, hanem 28 vagy 48, vagy ki tudja mennyiről, mert nagyon-nagyon el vannak akadva beruházások, fejlesztések, sok az adósság. És egy ilyen körülmény között kellett kicsi pénzt, 700 ezer lejt szétosztani, egy nehéz döntés, de én bízom benne, hogy a döntés az felelős volt, jó helyre kerül minden pénz, és azon kell dolgozzunk, hogy tudunk még akár a saját költségvetésünkből is előteremteni forrásokat, amellyel a nagyon nehéz helyzetbe jutott településeket tudjuk segíteni.
hétfőtől kezdve ezen fogunk gondolkodni. Most ez a határozat menjen ki, hisz még csak részben sikerült elfogadnunk, hisz van néhány település, aki még szombatig kell igazolja, helyre kell tegye a kérését, és hétfőtől kezdve pedig akkor neki fogunk gondolkodni, hogy a saját forrásaimból még hol milyen segítséget tudunk nyújtani. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy azon kell dolgozni a testületnek, hogy tudjanak akár még a saját költségvetésükből is előteremteni forrásokat, amellyel a nagyon nehéz helyzetben levő településeket tudják segíteni. Hétfőtől kezdve ezen fogunk gondolkozni, fogalmazott a megyeelnök. Vakáción lesznek hétfőtől az elemisták és az óvodások. A tanév rendjét előíró tanügyminisztériumi rendelet értelmében az őszi szünidő november 6-áig tart, 7-én újra kezdődik az oktatás. Az iskolások és óvodások téli vakációja december 24-től január 8-áig tart, a félévközi szünidőre pedig február 4 és 12-e között kerül sor. A tavaszi vakáció jövő év április 19-én kezdődik és 30-áig tart, a nyári vakáció pedig június 17-től szeptember 10-éig tart. Az érettségi előtt álló végzősök számára május 26-án jár le a tanév, a nyolcadikosok pedig június 9-én fejezik be az iskolai évet. Központosítással ér fel az úgynevezett ceremónia törvény, amely sérti a helyi autonómia elvét, vélik a magyar politikusok. A képviselőház által elfogadott jogszabály ugyanis belügyi vagy a védelmi tárcának is beleszólási jogot ad a hivatalos események megszervezésébe. A jogszabály értelmében minden olyan esemény hivatalos ceremóniának minősül, amelyet a megyei vagy a helyi önkormányzat szervez egy adott ünnep, illetve megemlékezés alkalmából. Erről pedig az önkormányzatnak egyeztetnie kell a Védelmi és a Belügyminisztérium illetékes osztályaival. Egy új központi szerv, az Országos Protokoll Tanács pedig nyilvántartásba veszi majd a hivatalos eseményeket. Elfogadás egy durva központosítás az RMDS szemléletében. Olyan helyi közösségi rendezvények lefolytatásában, lebonyolításában szól be központi szintről, amelyek az elmúlt 26 év alatt, legalábbis ami a magyar közösséget illeti, a magyar közösség által szervezett rendezvényeket, eseményeket, megemlékezéseket civilizáltan történtek, ezért nem is értjük, hogy miért van erre szükség, és ezt nagyon határozottan el is mondtuk ugye a bizottság mind a plénumi vitán. A ceremónia törvényt a helyi, illetve megyei önkormányzatok vezetői is bírálják. Nem normális a mai világban, hogy egy helyi rendezvényt Bukarestbe hagyjanak jóvá. Tehát mikor mindenki arról beszél, hogy decentralizálunk, mikor mindenki arról beszél, hogy a hatásköröket átadjuk a helyi szerveknek, akkor egy ceremónia törvényt megszavazunk, amikor egy bármilyen helyi rendezvényt Bukarestbe kell lejelenteni. A jogszabályt a képviselőházi végszavazáson nem támogatta az RMDS. Életének 89. évében hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Bara Margit, Kossuth és Balázs Béla díjas színésznő, az 1950-1960-as évek egyik legnagyobb magyar filmcsillaga. Az erdélyek körében igen népszerű színésznő Bara Margit 1928-ban született Kolozsváron. Édesanyja Gyergyó Remetei volt. Művészetét 1967-ben Balázs Béla díjjal ismerték el, 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét vehette át, 2002-ben megkapta a Kossuth díjat is, 2011-ben a 42. Magyar Filmszemlén életműdíjjal tüntették ki a 2005 óta nagybeteg művésznőt. Drónnal bővül a Maros megyei hegyi mentők eszköztára. A járőrözések során nehezen megközelíthető helyek megvizsgálására, illetve emberéletek megmentésére használják majd a külön erre a célra fejlesztett drónt. A Maros megyei barlangi és hegyi mentő szolgálat munkatársa a nemrég beszerzett drónt mutatja híradónknak. Az eszköz külön erre a célra készült, továbbfejleszthető, de már most is nagy segítséget jelenthet. A rögzített HD minőségű videófelvételek elemzésével számos hasznos információt gyűjthetnek be, főleg a nehezen megközelíthető terepekről. Nagyon nagy segítség lehet ezekben a munkában. Tehát nem kell végigjárjunk nehezen megközelíthető helyeket, hanem inkább végigrepüljük, és a képen nézzük ki, illetve kielemezzük a videófelvételeket, hogy hol szükséges még bármilyen jellegű munka.
és ha minden jól megy, majd keresésre is fogjuk használni a dont, ha szükség úgy hozza, embereket is keresni. A Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálat azt követően döntött a drón beszerzése mellett, hogy Hargita megyei kollégáik tapasztalatai meggyőzték őket arról, hogy hasznos egy ilyen eszköz. Ebben az időszakban a hegymászókat és a túrázókat arra figyelmeztetik, vegyék figyelembe a reggeli és az esti hőmérséklet ingadozást. Mutatjuk röviden még egyszer a fontosabb témáinkat. Elkezdődött az Örmény templom orgonájának restaurálása, a sípok egy részét és a játszóasztalt már elszállították. Be lehet nyújtani az igényéseket a fűtéstámogatásra, ebben az idényben is 5 hónapra kérhető. Jóváhagyták a költségvetés kiegészítést és a költségvetés kiegyenlítéséről is szavaztak a megyei tanácsosok. Eddig a Napszemle, reklám után a Hargita magazinnal folytatjuk, maradjanak velünk. Én mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra holnap a szokott időben.